miközben az ókor hét csodáinak egyikét, a piramisokat bámuljuk, és ámulunk az évezredekkel ezelőtti mérnöki találékonyság máig megfejthetetlen eredményein, legalább ekkora elismerést érdemelnek a munka szervezői, irányítói, a tízezrek ellátásának felelősei, a napi teljesítmények jegyzői, a másnap teendőinek kijelölői. Bármilyen hihetetlen, a piramisépítés kulcsfigurái a tervezők és kivitelezők mellett a könyvelők voltak. Szorgosan jegyezték a beérkező kőtömb mennyiségét, értékelték a végzett munkát, figyeltek az élelmiszer ellátásra, az elszállásolásra, megoldották a szállítást és minden más egyebet, amit a munka és a munkások megkívántak. Ők voltak az ókori könyvelők. Nem ösztönösen végezték teendőiket, hanem feletteseik átfogó irányításával. Ma főkönyvelőnek hívjuk őket. A könyvvizsgáló, nevezhetjük így az új időknek új kifejezésével a főkönyvelőt, nagyon egyszerűsítve a könyvelők munkáját értékeli. Ellenőrzi, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelele a jogszabályoknak, valós képet ad-e a társaság pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. Ehhez kapcsolódóan elemzi, ellenőrzi a számításokat, tanácsot ad, pénzügyi beszámolókat készít. Emellett hitelesít, összeállítja a költségvetést, felülvizsgálatot végez, tájékoztatja a cégvezetőit a gazdálkodásról, fajlagos költségeket állapít meg. Összefoglalva, a könyvvizsgáló számviteli rendszereket tervez, szervez és kezel, vizsgálja és elemzi a gazdálkodó szervezetek számvitelét, éves beszámolóit. Alapvető munkaeszköze a számítógép és a hozzá tartozó szakmai számítógépes programok. Emellett irodatechnikai eszközöket, fénymásolót, nyomtatót használ. Könyvvizsgálatot kizárólag a Magyar Könyvvizsgáló Kamarába bejegyzett könyvvizsgáló végezhet. A könyvvizsgálati munka az alapvetően egy szezonális munka. Ez azt jelenti, hogy mi szeptembertől májusig nagyon erősen dolgozunk. Ezekben az időszakokban nagyon-nagyon sokat vagyunk az ügyfeleinknél, szinte minden nap máshol dolgozunk, ahol az ügyfeleink találhatók, ott az ő irodájukban, az ő telephelyükön, az ő műhelyeikben, az ő gyártelepükön folyik munkánknak a nagy része. A nap végén visszajövünk az irodába, akkor itt befejezzük azokat a munkákat, amiket ott elkezdtünk, elintézzük a telefonjainkat és a beérkező e-mailjeinket, megválaszoljuk. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy nem unatkozunk a nap során. A könyvvizsgáló munkáját zárt térben, irodában végzi. Gyakran megfordul tárgyalótermekben, hatóságoknál és ügyfelek telephelyein. A munkaidő meglehetősen hullámzóan alakul. Határidők közelettével a normál munkarendnél hosszabb a napi munkavégzés, és előfordulhat hétvégi szolgálat. 3,5 évig dolgoztam könyvelőként Győrbe egy kisebb társaságnál, ahol átfogó könyvelési és gazdasági feladatokat végeztem, majd ezután kerültem könyvvizsgáló asszisztensként a jelenlegi munkahelyemre, ahol 1 éve dolgozom körülbelül. Ahhoz, hogy valaki regisztrált könyvvizsgálóvá válhasson, ahhoz büntetlen előillettel kell rendelkeznie, illetve okleveles könyvvizsgálói képesítést meg kell szereznie, majd ezek után 3 éves gyakorlatot kell szerezni az adott szakterületen. Könyvvizsgálóként elég jó elhelyezkedési lehetőségek vannak, főleg, hogyha valakinek már van egy asszisztensként egy 3 éves szakmai tapasztalata, illetve egy szakmai angol vagy német nyelvtudása. Szerintem ezzel elég jó korlátlan lehetőségei vannak a szakmában. Nem árt, hogyha értünk az adott szakmához, de természetesen nem lehetünk olyan polihisztorok, akik mindenhez értenek. Akkor, amikor találkozunk egy olyan szakmával, vagy egy olyan területtel, amivel addig nem foglalkoztunk, akkor kérünk egy bemutatást az adott területről, konkrétan elmegyünk az üzembe és megnézzük. Egyébként ez az egyik legjobb és legérdekesebb vonulata a munkánknak. Ezt követően ezeknek a folyamatoknak a könyvekben való leképeződése az már meghatározott szabályok szerint történik, azok a törvényi előírások, azok általános érvényűek, amik az egyes gazdasági folyamatoknak a könyvekben lévő megjelenését jelentik. A könyvvizsgálat nagy felelősséggel jár, ezért roppant fontos a könyvelők megbízhatósága. Munkája jó számolási és problémamegoldó képességet igényel. Csak hiteles és megbízható adatokból lehet valós eredményeket, következtetéseket hozni. A könyvvizsgáló fölött nincs főnök, legfeljebb ellenőr, ezért tevékenysége nagyfokú önállóságot kíván.
Mindennek pedig az alapja a logikus gondolkodás. Alapvetően szellemi foglalkozás a könyvvizsgálói, mely nagy koncentráció képességet igényel. A szoros határidők, a döntésekért vállalt felelősség megterhelő lehet. A tartós ülőmunka és a számítógép használat gerincbántalmakhoz, a látás romlásához vezethet. Fontos figyelni arra, hogy jusson idő a pihenésre, szellemi feltöltődésre, mert így elkerülhetők a munka jellegéből származó nehézségek. A könyvvizsgálónak az íróeszközök és a számítógép kezeléséhez épp karra és ujjakra feltétlen szüksége van. A dokumentumok tanulmányozása elképzelhetetlen jó látás nélkül. Az ügyfelekkel való zökkenőmentes tárgyaláshoz elengedhetetlen a jó hallás. A munkakör átszervezésével, a környezet ergonomikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével mozgás- és hallássérültek is alkalmasak a munkafeladatok nagy részének elvégzésére. Az okleveles könyvvizsgáló képesítés hatósági képzésben a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál szerezhető meg. A képzés megkezdésének számos feltétele van, úgy mint a felsőfokú végzettség pénzügyi vagy számviteli szakon, szakmai gyakorlat, mérlegképes könyvelő végzettség és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál történő nyilvántartásba vétel. A képzésen a hallgatók a könyvvizsgálat mellett jogi, adózási ismereteket, közgazdaságtant, pénzügyet tanulnak. A végzett könyvvizsgáló alkalmazható csődeljárás, felszámolás levezényléséhez, igazságügyi könyvszakértőként vagy számvevőként. Rokon foglalkozásként az adótanácsadót, a kontrollert és a könyvelőt említhetjük. A szakmában rendkívül keresettek a szakemberek, a fizetés a statisztikai adatok alapján 400 és 550 ezer forint között alakul. A jó szakembernek korlátlanok az elhelyezkedési lehetőségei. Azt hiszem, hogy a munkánkhoz az egyik legfontosabb dolog az egy magasfokú empátia. Bele kell élnünk magunkat az ügyfél helyzetébe, és vele együtt kell dolgoznunk, akkor is még, hogyha nagyon rövid idő alatt dolgozunk, vagy rövid a kapcsolatunk, és az alatt nagyon intenzív. A másik nagyon fontos dolog az, hogy legyen bennünk egy nagyfokú kíváncsiság, nyitottság az újra, és a harmadik, ez az állandó tanulni vágyás. Ebben a szakmában, ezen a szakmán belül csak az tud igazán jól érvényesülni, aki ezt az egész életen átvaló tanulást magáévá tudja tenni, és saját magába is megvan az igény erre. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából.